A Magyar Kultúra Napján vehette újra birtokba a közönség Szentendrén a felújított és kibővített Kovács Margit Múzeumot. A kerámia művész életműve nagy részét a Pest megyei múzeumok igazgatóságának ajándékozta 1972-ben, majd egy évvel később megnyílt a kiállítás. A múzeum történetében az elmúlt hónapokban zajlott le az eddigi legnagyobb változás. A megújult épület 21. századi muzeológiai csemegékkel várja a látogatókat. A Pest megyei múzeumok igazgatóságának talán legnagyobb büszkesége a Szentendrei Kovács Margit Múzeum. Nem véletlenül, hiszen ma is az egyik legnépszerűbb a Budapest környéki kulturális intézmények közül. A művésznő a 60-as években szerette meg Szentendrét. Élete utolsó éveiben alkotott itt. Újjászületett minden addigi stílusa, s talán legnagyobb szabású művei is itt jöttek létre. Kovács Margitot a Dunaparti kisváros szerette, megbecsülte, díszpolgárrá is avatták. A kerámia művész életműve nagy részét a Pest megyei múzeumok igazgatóságának ajándékozta 1972-ben. A Szentendrei házat, ahol alkotott, múzeummá alakították, majd 1973-ban megnyílt a kiállítás. A Kovács Margit Múzeum történetében az elmúlt hónapokban zajlott le az eddigi legnagyobb változás. Bár a tervek között évek óta szerepelt a múzeum felújítása, egy 2008-ban benyújtott nyertes pályázat teremtette meg az anyagi fedezetet arra, hogy 2010 májusában megkezdődhettek az építési munkálatok. A múzeum új szárnya bővült, a régi műemléki jellegű, valamint az 1979-ben átadott újabb épületrészeket is renoválták. A közönség a Magyar Kultúra Napján vehette újra birtokba a múzeumot. Az ünnepélyes megnyitón Cene András, a Pest megyei múzeumok igazgatója elmondta, hogy a kibővült kiállítótermekbe olyan Kovács Margit műalkotások is láthatók, melyek eddig még nem szerepeltek.